A Kiberma mai adásában ellátogatunk a magyar Dota 2 válogatott felkészülési táborába, avagy bootcampjébe, hogy bemutassuk, milyen mentális és taktikai felkészülés kell a magyar válogatott játékosok sikeres szereplése érdekében. Játékosokkal és edzőkkel beszélgetünk. Az egész világ játékos közösségének szívét rabolta el nyáron egy négylábú szörpa macsa Stray főszerepében, ahol egy kedves cicát kellett irányítanunk egy emberek nélküli jövőben. Nézzük meg együtt, miért is ajánljuk ezt a kalandot mindenkinek. Végül összeszedjük nektek a nyár legfontosabb bejelentéseit, hiszen nem csak régóta várt játékok megjelenése közeledik, hanem igazi, nem várt meglepetéseket is megmutattak nekünk a fejlesztők. Egy nagy brawl-t prezentált ide a képernyőnkre, szóval szerintem akcióban nem volt hiány, és 30-0-0-kor ér véget a második game a KSK-nak a győzelmével. 2017-ben, amikor megalakult a Hunes, akkor az egyik célkitűzésünk volt, hogy a nemzetközi mezőnyhöz kapcsolódjunk, és válogatott szinten is megmérettethessük magunkat a nemzetközi mezőnyben. Éppen itt vagyunk a Gamerlandban, ugye a Dota 2 edzőtáborban, ahol a srácok arra készülnek fel, hogy Tiranában, Albániában az Európa-bajnoki küzdelmek révén kiharcolják a kvótát a világbajnoki részvételre. Nincs manája. Ezt Tiranda nem tudja, és próbálja inkább denyolni magát, és sikerül! Tiranda. Ups! A Dotával 2012-ben találkoztam, mert amikor megkerültem a gimnáziumba, akkor az egyik osztálytársam kapott béta kulcsot. Akkor még bétában volt a Dota 2, ugye? És mondta, hogy van ez az új játék, és én meg három másik osztálytársunk elkezdtük nyomni. Hát akkor még nagyon béna voltam ugye benne, de tetszett, hogy valaki ugye már Dota 1-ezett is. Hát megalázott, mint a nem tudom. Mindig is szerettem a stratégiai játékokat, mint például a táblajátékokat. Ugyanúgy a számítógépes játékokban is a stratégiai játékok tetszettek, és így fogott meg. Dotával úgy ismerkedtem meg, hogy legelőször is a Warcraft 3-mal általános iskolában egy haverom mutatta meg. Mindenki abba hagyta, nekem én pedig elkezdtem tovább játszani ilyen modokkal, és ott találtam a Dota 1-et, akkor utána YouTube az magától feldobta a Dota 2-t, és igazából így találtam meg. Nekem nem volt ilyen beta kulcsom, vagy valamin, én 2013-nak a legvégén kezdtem el Dota 2-vel játszani. Volt egy tábor, ahol mentünk, ilyen nyári tábor, és ott találkoztam össze egy sráccal, aki dotázott. Előtte én nem is hallottam még róla. Régen sokat loloztam, ami hát van egy kis hasonlóság, és a komplexitása fogott meg igazából. Először is bátyám játszott vele, és láttam. Bár nem emlékszik sokat a játékról, de onnan ismertem meg. 2013-ban az egyik barátom küldött egy beta meghívást, és akkor kezdtünk el együtt játszani. És ő nagyon megfogott a játék. A játéknak az, hogy MOBA alapú, a játéknak a komplexitása, a mélysége, hogy milyen sok mindent lehet benne csinálni, milyen rengeteg pozíció van benne, milyen különböző feladataik vannak. Szerintem mindenkinek alapból megvan az egyéniségében, vannak különböző erősségek. Vannak az irányító típus emberek, vannak az ideátorok, a gondolkodó típus emberek, vannak azok, akik támogatók, tehát ez a háttérszupport, vannak, akik nagyon elemzők, és az az érdekes, hogy szerintem e-sportban nagyon sokan nem látják azt, hogy ez az egész világ, ez nem csak arról szól, hogy vannak játékosok, és ott ül a gép előtt is játszik. Az a támogató személyzet, aki csapatok mögött áll, az sokszor akár egy tucat főből is állhat. Beszélhetünk itt például a pszichológusról, beszélhetünk ugye coachról, analysztről, tehát ugye az edző, aki a statisztikákkal foglalkozik, aztán ugye ő az elemző. Van élet a playerséget, tehát a játékos időszakon is túl. Ha megnézzük az e-sport világot, én nagyon szeretem, főleg Ázsiát, ebben nekem az a ideál, az a csúcs. És egyre több csapatban, tehát nem egy coach van. Tudok-e neki újat nyújtani? Tehát felvetettem magamba a kérdést, hogy azért, ha együtt dolgozunk, én mit tudok nekik mutatni? És én elég sok fiatallal foglalkoztam a Dotát illetően. Nekik is általában ez az érdekes ebben, hogy nem is a játékot kell nekik tanítani, hanem
a mentál higiéniai részét, tehát a mentális része, amit először rendbe kell tenni, hogy igazán elinduljon valaki a fejlődés útján, és ez az, ami így megfogja az ember, és nagyon érdekes. Eddig nem volt rá lehetőség, hogy szervezett formában, szövetségi részvétellel ott legyünk az ilyen világversenyeken. Egyfajta tanulási folyamat is egyébként a játékos közösségnek, hogy meg kell ismerni ezt a fajta érzést, amit egyébként az e-sportban általában a klubcsapatok szintjén éreznek a szurkolók, hogy milyen ez, amikor a címeres mezben Magyarországot képviselik a nemzetközi tornákon. Ez egy új minőség, egy új életérzés. A damage jön, szórja a Zeus is, low skill is, teszi a dolgát a Witchblade. Megérkezik a Chrono, vagy csak ki két embert kap el, megvan a széli még Tirande. És bekerül a Templár, és azért szépen trédeltek visszafelé a srácok, Serix még a maradék fájával, és hát valahogy, hát ez nem tudom hogy, de 3-4-ért ebbe a kaotikus dologba jöttek ki a srácok. Itt... Hozzá tudok tenni, az mindenképp az a pszichológiai háttér, amivel rendelkezem, nagyon régóta foglalkozok fiatalokkal, tehát ez a 12 éves kortól felfelé nem csak arról szól, hogy mondjuk ijászatot oktat valaki, hanem sokszor a gyerekek hoznak valamit otthonról, amiről valakivel szeretnék beszélni, akik nem a szüleik, hanem korban azért valamennyire közelebb állnak hozzájuk, de hogy fel tudnak nézni rá, és nem teljesen a peer-nek mondjuk ezeket, tehát hogy nem teljesen a peer-jeik, de hogy valamilyen formában tudnak csatlakozni. Ugyanígy a Dotán belül nagyon sokszor vannak olyan dolgok, amiket fel kell dolgozni, nem csak Dotában, az e-sport bármelyik területén. Hogyan kell feldolgozni például a vereséget? Hogyan kell feldolgozni a győzelmet? Mert sokan azt gondolják, hogy ha győztünk, akkor ez nagyon jó. De nagyon könnyen a fejbe tudsz állni például egy ilyen dolog. Kicsit ilyen insider információ. Van egy olyan modell, amit kifejlesztettem az elmúlt időszakban, amit igazából úgy hívok, hogy Quantum Gameplay. Ez egy olyan dolog, ami azt segíti elő, hogy elemeire lebontsuk magát a játékot. Amint értjük az egészet, elemeire le tudjuk atomjaira bontani azt, és fel tudjuk építeni atomok, molekulák, organizmusok, szisztémák és stratégiák terén az egészet. És ez azt jelenti, hogy ennek segítségével a játékosok sokkal gyorsabban tudnak döntést hozni különböző pozíciókban, mivel lehet, hogy még soha nem találkoztak pont azzal a szituációval. A statisztikákban például kialakul egy ilyen ötfős line-up, és kéne találunk rá mintát, hogy ez történne valahol, amikor akkor nekem egyből kapcsol az agyam. 2017. augusztus 23. Rossz szemmel néztek legelőször otthon, hogy sokat játszok, de igazából nem ment a tanulás révére, aztán elfogadták a szüleim. Ez sokkal jobban megváltoztat nekik a véleményüket, így elkezdték ők is nézni, hogy játszok, például Twitch-en, és igen, sokkal jobban támogatók ebben az egészben. Engem szerencsére mindig támogatott a családom, úgyhogy nálunk annyira nem, de mégis csak jobban hangzik, hogy magyar válogatott. Így azokat is képviselem, azokat a más Dota játékosokat Magyarországon, akikkel akár régebben játszottam, vagy mostában szoktam játszani, és nincsenek benne a csapatomban. Nem nagyon foglalkoztak, vagy nem értették, hogy mi pontosan. Attól függetlenül, hogy bátyámnak is volt egy kis, vagy abból már ráláttak egy picit, de ettől függetlenül szerintem támogattak. A szüleim egyértelműen nagyon szkeptikusak voltak az elején, egyáltalán nem támogattak, nem hittek ebben, és kicsit amint utána jártak, megnézték, hogy én pontosan milyen eredményeim vannak, hogy állok mondjuk leaderboardon, versenyek, csapat, azoknak a rankingjai, és akkor kezdték el észrevenni, hogy oké, ebből esetleg lehet valami. Azért vagyunk itt konkrétan, hogy megnézzük, hogy különböző játékosok adott pozícióban és adott milyen az itt problémagoldó képességük, és ha beleerőltetem őket egy olyan szituációba, ami nekik nem komfortos, lehet, hogy maga a stressz, maga a nem familiáris azzal a esettel, amiben én belekényszerítettem, és lehet ez fogja kihozni belőle a maximumot éppen. Pont az, hogy egy teljesen ismeretlen pozícióba kényszerítem, amiben mondjuk játszott 4 évvel ezelőtt, mert én azt tudom. És ezért vagyunk itt, hogy ténylegesen tesztelgessük, próbálgassuk. Pedig megvan a setup, tehát ott egy trap, ott van lent, két ember kell, és halott
Hallott a Dead Prophet, ehhez képest... Hát úgy lesz, hogy elég, ez inkább egy live prophet, legalábbis itt a képernyőnkön mindenképp eléggé. Nagyon jó hangulat van a táborban szerintem, és mindenképpen sokat segít élőben találkozni a többiekkel. Teljesen máshogy hatsz egy húsvér ember itt, mint valaki a monitor mögött, ugye, hogy magyaráz. És itt hamarabb kiderülnek olyan dolgok, amik frusztrációhoz vezetnének később, és itt jobban fel tudjuk ezeket dolgozni, ugye minden nap együtt vagyunk, együtt eszünk, alszunk. Szerintem nagyon jó. Jobban meg lehet egymást ismerni, mások mit gondolnak a játékról. Így, hogy nem egy személytelen emberrel, akit nem látok, így sokkal másabb tényleg. Nagyon jól érzem magam, tehát még szokni kell a társaságot, de hát ez belejár. Kommunikáció, jobban bízunk a másikba, tehát feltétlen bizalmat élvez egy játék során. Megismerjük egymást, egy sokkal személyesebb szinten, egy sokkal mélyebb szinten. Látjuk azt, hogy tényleg kiül a számítógép mögött, hogy egy ember van, hogy nem kell lehordani másikat esetleg, vagy rosszakat mondani. Látjuk, hogy ő is ember, neki is vannak problémái, dolgai, érzései, tehát hogy egy nagyon személyes szinten megismerjük egymást. És ez rengeteg segít a játékban, hogyha bizonyos akadályok jönnek, problémák adódnak, akkor azt meg tudjuk oldani, és sokkal könnyebb így. A tavalyiakból kiindulva, most úgy érzem, hogy a csapat az fejlődött, úgy érzem, hogy elég jó esélyünk van. Pozitívak vagyunk. Az biztos, és ebben a játékban nagyon sokat számít a mentalitás. Rendszerint igyekszem nem felülni a hype-onatra, vagyis egy picit távolságtartó vagyok azokkal a dolgokkal, amikor nagyon felkapnak valamit, de bevallom, hogy ez a négy lábú szőrpa macs nekem is elrabolta a szívemet a nyáron, ugyanis a Stray című játékot fogjuk ma nektek megmutatni, amiben egy cica a főszereplő. Pár héten keresztül tényleg semmi máshol nem szólt gyakorlatilag a gamer média, csak hogy éppen kinek az otthoni cicája nézi a monitorokat, és ismeri föl esetleg, hogy egy cicával játszunk, és akkor ők is így nyávognak, meg nem értik, hogy mi van, illetve hát maga a játék is zseniális. A játék elején a főszereplő cica békésen kóborul a kis barátaival, egy ilyen, hát látjuk, egy picit a Last of Us-ra emlékeztető posztapokaliptikus világban. Itt látjuk, hogy mindenféle dolgokat már benőtt a növényzet, és nem igazán tudjuk időben hol tenni, hogy hol vagyunk, de aztán sajnos lezuhanunk, elszakadunk a többiektől, és onnantól fogva a játék végéig az lesz a feladatunk, hogy kijussunk innen. A játék története és maga az egész játékmenet egyébként rendkívül egyszerű, de ezt most abszolút pozitív értelemben mondom, mert ezt a játékot vétek lett volna tovább bonyolítani. Itt egyáltalán nem hiányoznak olyan elemek, hogy mondjuk tudjuk fejleszteni a cicának a képességét, mint egy RPG-ben, vagy nincs szükségünk fegyverekre, meg semmi ilyesmire. Itt egy nagyon kedves kis mászkálós játékot kapunk, ami 2-3 közepesnek, kicsinek mondható területtel operál, ami egy ilyen nyíltabb terület, ahol tudunk járkálni egy kicsit felfedezni, de ezek tényleg kicsi területek, szerintem egy 5 perc alatt be lehet sétálni az összeset. Persze rendkívül sok minden el van rejtve bennük, és érdemes lassan haladni és szépen felfedezni, megkeresni mindent. Ez adja a játéknak egyébként a legjobb részét, hogy próbálunk nyomozgatni, hogy mi történik ebben a világban. Ugyanis úgy tűnik, hogy robotok vannak már csak, az emberek pedig eltűntek valahova, és ezt nem lehet igazából pontosan tudni, hogy mi történt, hogy miért tűntek el, és olyan filozófiai kérdéseket is boncolgat egyébként a játék, hogy vajon a jövőben szükség van egyáltalán emberekre, vagy arra hivatott esetleg a mi fajunk, hogy hosszú távon kipusztuljon, és a Föld az így is tovább fog élni más lényekkel, ott esetben akár robotokkal,
vagy bármi mással, és nincs is ránk igazán szükség. A történetben, meg a játékmenetben azért vannak izgalmas részek is, például amikor ilyen kis fura lények, amik leginkább a Half-Life 2-nek a kis gonosz lényeire emlékeztetnek minket, azok támadják a cicát, ezek számítanak akciójeleneteknek, mert a játék legtöbb részén nem kell attól félnünk, hogy bajba kerülünk, hanem ott inkább így nyomozgatni kell, mászkálni kell, felfedezni kell, de azért van egy-két rész, amikor menekülnünk kell, bár később találhatunk egy ilyen UV lámpára emlékeztető ilyen lámpaszerűséget, amivel, hogyha ráirányítjuk a fényünket ezekre a lényekre, hát akkor az nem túl kellemes a számukra, de ezek a részek azért izgalmasan sikerültek, és hogy a cica ne legyen egyedül, lesz egy ilyen kis robot segítőnk, akinek egy nagyon érdekes sztoria van, de nem akarom lelőni a poént majd a játék végén, aki segíteni fog nekünk fordítani a különböző robotokkal való kommunikáció során, hiszen a cica nem tud beszélni. Azt amúgy fontos megjegyezni, hogy tényleg itt nem egy ilyen szuperhős vagy ilyen kiborg cicáról van szó, hogy tényleg egy igazi cica, nincsenek szuperképességei. Jó, most abba beleköltetünk, hogy vajon bizonyos emberek szerint a macskák ennyire okosak-e, mint a főszereplő cica, de ezen kívül semmilyen szuperképessége nincsen, tehát tényleg csak egy macska képességével rendelkezünk, kivéve amikor a robot segítünk segít valamiben. Itt lehet látni, hogy egy nagyon aranyos kis táskát tudunk magunkkal vinni, oda szokott beszállni ez a kis robot, amikor éppen nem csinál semmit, és akkor kijön, amikor valami segítségre van szükségünk, és hát egy központi eleme a játéknak, mint már mondtam, az, hogy ki kell jutnunk a külvilágba, és ahogy egyre több ilyen kerületben jutunk el, ahol a robotok élnek, egyre több dolgot tudunk meg erről a világról, amiről most tényleg nem szeretnék sokat elárulni, mert hát szeretném, hogy ti fedezzétek fel az egészet, de azt ígérem nektek, hogy nem fogtok csalódni, és tényleg még, hogyha nem is a narratívával dolgozik a játék, mint egy komoly AAA kategóriás játékban, ahol rengeteg szereplő van, meg rengeteg párbeszéd van, hanem ennél sokkal egyszerűbb, ennél sokkal minimalistább a játékmenet, de ettől függetlenül tényleg abszolút megható lesz, és elgondolkodtató dolgok is kiderülnek majd. A játékmenet egyébként annyiból áll, hogy általában meg kell néznünk, hogy hogyan tudunk tovább jutni egy adott területről, és ami feldobhatja a játékmenetet az az, hogy össze kell gyűjtögetni, össze lehet gyűjtögetni különböző dolgokat, mint például egy zenésznek mondjuk lemezeket, és akkor le tudja játszani azokat a dalokat, amiket elhozunk neki. Vagy egy ilyen boltosnál tudunk vásárolni mindenféle dolgokat, hogyha gyűjtünk neki energiaitalos dobozokat, stb. Ezekkel lehet feldobni a játékot, illetve fontos, hogy még gyűjtögethetünk ilyen mindenféle emlékképeket is, ami komolyan hozzátartozik a történethez és a kis robot segítőnek a külön történetéhez, de ezekről nem szeretnék többet elmondani. Összességében a Stray egy rendkívül nagy meglepetés volt, hiszen tényleg a cukiság faktoron túl is tudott játékmenet szinten olyan dolgokat mutatni nekünk, amiket nagyon szerettünk, és nagyon várjuk a folytatást, mert talán annyit azért elárulhatok, hogy abszolút úgy van vége a történetnek, hogy itt bizony a cicának még lehetnek újabb kalandjai. Rengeteg izgalmas dolog történt a nyáron. Ugye sokáig kérdéses volt, hogy például a Gamescom megrendezése kerül le így a hát a koronavírusból kicsit kifelé menve, de azért még létezik természetesen, meg hát a világ számos pontján ugye egészen más lehet éppen az adott helyzet, de aztán egy hibrid rendezvényen megörvendeztettek minket, és egyébként tegnap is, amikor ezt vesszük fel, akkor tegnap is volt például egy Ubisoft bejelentő konferencia, stb. Úgyhogy nézzük meg azt, hogy az elmúlt hónapokban és az elmúlt napokban mik voltak a legizgalmasabb bejelentések, van miről beszélni. Kezdjük akkor a legfrissebb hírekkel. A Ubisoft konferencián természetesen sok egyéb mellett mindenkit az érdekelt a legjobban, hogy milyen lesz az Assassin's Creed sorozatnak a jövője. Már régóta beszélnek arról a Ubisoftnál, hogy lesz valami új nagy bejelentés, és az egészet átalakítják, egy új rendszerbe kell az egész Assassin's Creed. Na ez kérem szépen most bejelentésre került tényleg most már, ez az Infinity nevű rendszer lesz, ezt pontosan nem tudjuk, hogy hogy kell elképzelni, de valami olyasit mondanak, hogy egy új rendszeren belül jelennek meg a legújabb játékok. De mielőtt még erre rátérnénk, először nézzük meg azt, hogy a következő új önálló cím az Assassin's Creed Mirage nevet kapta.
Erről azt kell tudni, hogy ez eredetileg egy kiegészítőnek készült a Valhallához, az egyik karakternek a múltjáról szól, egyébként Bagdadba fog játszódni, de aztán úgy gondolták a készítők, hogy ez egy önálló epizódot is megér. Azt azért hozzátették, hogy ez nem lesz akkora open world, meg nem lesznek olyan szerepjátékos elemek, mint amiket mostanában megpróbáltak beletenni. Ez egy kisebb város lesz, ott viszont egy igazi klasszikus AC élményt kaphatunk. Sokan rebesgetik, hogy ez talán még a klasszikus első részhez fog legjobban hasonlítani, amikor viszonylag kevesebb mellékületésünk volt, tényleg nem lehetett ennyi fejlesztés, meg fegyverfejlesztés, meg minden hóbelevancot beletenni, de lehet, hogy egyeseknek pont ez fog tetszeni, mert vannak, akiknek ezek már túl nagyok voltak. Szóval a lényeg az, hogy ez lesz a következő rész, és utána pedig végre bejelentették azt, amit már nagyon sokan várnak, legalább 10 éve, de lehet, hogy már annál is több, szeretnék a rajongók, hogy egy hatalmas zicser, tehát ne hagyjon már ki az AC sorozat. Miért nincsen valami ninjás, vagy esetleg valami szamurájos Assassin's Creed? Hát kérem szépen, meghallgatásra találtak tényleg az imák. Ugyanis a Codename Red címen futó, tehát még nincs végleges neve, most már biztos, hogy Japánba fog játszódni. Meglátjuk, hogy milyen lesz, és ezen kívül pedig még jön a Hex, ami pedig egy ilyen, hát a nagyon keveset tudunk róla, de ugye lehet látni ezeket a mindenféle ilyen boszorkányos filmekre, ilyen boszorkányos folklóra emlékeztető ilyen fa logókat ott a mindenféle fákon, meg minden. Ez egy ilyen boszorkányos világba elkalózoló Assassin's Creed lesz, de a lényeg az, hogy ez már mindennek a nagy Infinity rendszernek a része lesz. Reméljük, hogy ez nem csak arról fog szólni, hogy mikrotranszakciókkal még több pénzt szedjenek ki belőlünk. Egy kicsit aggódunk ebből a szempontból, de a Redet azért nagyon várjuk. A Gamescom egyik utolsó nagy bejelentése volt, és egyben meglepetése az, hogy mégis lesz valami, úgy tűnik, a Dead Island 2-ből, és ez azért érdekes, mert már 2014 óta várjuk ezt a játékot, pontosabban nem is vártuk már, tényleg azt gondoltuk, hogy ez a projekt teljesen beleállt a földbe, úgyhogy tényleg egy csoda, hogy megjelenik a játék, és nem csak tervek vannak, hanem konkrétan elhangzott, hogy február 3-án fog elvileg megjelenni, természetesen minden Xbox-ra, PC-re, PlayStation-re, nagyon kíváncsiak vagyunk. És megint egy meglepetésről számolunk be, ugyanis a PlayStation is bejelentett egy prémiumabb szegmensbe tartozó kontrollert, ami talán a Microsoft Elite kontrolleréhez lehet hasonlítani már olyan szempontból, hogy ők is csináltak egy több funkcióval rendelkező, több gombbal, meg több variálhatósággal rendelkező kontrollert, viszont a PlayStation-től ezt nem láttuk jönni, de ettől függetlenül örvendjünk neki, hiszen például az egyik kedvenc képességem az új kontrollerrel kapcsolatban az, hogy lehet állítani, hogy például a már egyébként is nagyon sokat dicsért, ugye a ravaszok, azok hol kezdjenek el reagálni, tehát mondjuk, mint például az autóknál is lehet állítani a kupoknak a magasságát, meg hogy hol fogjon, meg ilyenek, na hát ezt is lehet állítani, és emellett a Microsoft is bejelentett egy újabb Elite Controller verziót, ez azért lett érdekes, mert ott valljuk be, hogy nem olyan sokan szerették az Elite Controller, a legtöbb játékos megmondta a simánál, illetve hatalmas árkülönbségek is voltak, tehát nagyon sokan nem érezték azt, hogy szükségük lenne rá. Na most ezt próbálja egy kicsit a Microsoft kompenzálni, ugyanis az új kontrollerük ez nagyjából a sima és a nagyon prémium, nagyon szuper szegmensű Elite kontroller közé tehető be, tehát egy picit kevesebb funkcióval rendelkezik, egy pici kompromisszummal jár. Úgyhogy mind a két rajongó tábor, a PlayStation-esek és Xbox-osok is gondolkodhatnak rajta, hogy szükség van esetleg valamelyik újabb fajta kontrollerre. Kétség kívül ez egyik olyan játék, amit nagyon sokan pletykálnak, hogy szeretnék esetleg egy remake-ben, remasterben, bármiben viszont látni modernebb körülmények között, az a Silent Hill, és egyébként azt is mondhatnám, hogy sorozat, mert ugyanúgy szeretnék látni az egyet, a kettőt, vagy akár későbbi részeket is, hiszen már azok is elég réginek számítanak. Na hát most kaptunk egy 10 perces ízelítőt abból, hogy hogyan is nézne ki Unreal Engine-nel a Silent Hill. Természetesen azok, akik ismerik a játékot, azok láthatják a képsorokon, hogy egy híres, ikonikus helyszínen vagyunk az első részből. Hát nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy esetleg a projektet elkasszálja-e a Konami, hiszen tudjuk, hogy a hivatalos kiadók, fejlesztők, azok rendszerint le szokták tiltani az ilyen projekteket, ugyanakkor nyilván reménykedünk abban is, hogy ebből lesz valami. Azt sem tudjuk pontosan, hogy áll a projekt, természetesen nincsen semmilyen megjelenési időpont. Ez nagyon impozáns, amit látunk itt, de azt is tudjuk, hogy amikor így egy-két ember csinál egy ilyen hatalmas projektet, akkor azért ez nagyon gyorsan
meg tud szűnni, hiszen abban a pillanatban, hogy esetleg bármilyen magánéleti probléma vagy esetleg munkahelyi dolog elvesz az időt, onnantól már nagyon nehéz ezekkel foglalkozni, hiszen brutális munkaórát kell beletölni egy ilyen remake-be, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebből, reménykedni azért fogunk, és láthatjuk ebből a kis videóból, aminek a teljes verzióját mindenki nézze meg, hogy hát nagyon jó lenne Unreal Engine alatt egy ilyen játék. A Disneynek is volt egy hatalmas bejelentő eseménye, a D23, amin hát olyan brutális hírmennyiség jött, beleértve mind a filmeket, sorozatokat, játékokat, hogy azokat most egy külön műsorba sem tudnánk igazából elmondani. A filmekről meg a sorozatokról csak annyit tényleg, hogy belefulladunk a Marvel tartalomba. Inkább nem is mondok semmit, mert például a She-Hulk az konkrétan szerintem egy borzalom, de ezt most inkább hagyjuk. Ami talán a legérdekesebb, hogy egy AAA kategóriás Marvel játékon dolgoznak, amit nem kisebb név csinál, mint Amy Henning, aki az Uncharted szérián is dolgozott, szóval azt hiszem, hogy itt egy picit tényleg mindenki akkor egy mély levegőt vesz, mert hogy ez hatalmas potenciál rendelkezhet. A lényeg az, hogy olyan szempontból pozitívak lehetünk, hogy például a Guardians of Galaxy játék is egy picit olyan sötét ló volt, mert single player játék, semmilyen multiplayer támogatása, stb. És kicsit féltünk, hogy mi lesz, de végig szenzációs lett. És már is olyan hírek jöttek, hogy ennek a játéknak is meg lesz a hangulata, ugyanis ha minden igaz, akkor a második világháború alatt fog játszódni, és például a Fekete Párduc vagy az Amerika Kapitány, ugye még mielőtt lefagyasztódott volna, ők lesznek a főhősök, hát nagyon kíváncsiak vagyunk, és azt már most bejelentették, hogy még kooperatív sem lesz benne. Ez egy minimális csalódás, mert hogy tudjuk, hogy több főszereplővel fog operálni a játék, és akkor talán így jó lett volna egy barátjait játszani. De mondom még egyszer, hogy a Guardians of Galaxy-nek is rendkívül jól állt, annak a rendszerének is jót, és egy csapatot irányítottunk, és senkinek nem volt ez a problémája, hogy egy ízig-vérig single player játékot kaptunk egy jó sztorival. Úgyhogy tényleg csak azt tudjuk remélni, hogy ugyanazt utat fogja bejárni. Még címe sincs a játéknak, de hát majd csak jön egyszer. A Cyberpunk történetét ebben a szegmensben nem igazán lehet megkerülni az elmúlt években, hiszen először arról szóltak a hírek, hogy mindenki mennyire várja, aztán utána folyamatosan csúsztatták, aztán ugye mindannyian tudjuk, hogy egy eléggé érdekes állapotban jelent meg. Igazából a mai napig talán ezek a dolgok már azért többnyire megoldódtak, bár PlayStation 4-en meg Xbox One-on még szerintem mindig elég fura a játék, de ezt most hagyjuk. És hát hatalmas kérdés volt, hogy a CD Projekt az mit szeretne ezzel, az egészet hagyják a fenébe, illetve hát koncentrálnak más dolgokra, ugye tudjuk most már, hogy Witcher folytatás is lesz valamilyen módon, stb. De most egy örömteli hír jött a rajongóknak, ugyanis a következő nagy kiegészítőre, ami nem más, mint a Phantom Liberty, nem tűnik úgy, hogy el szeretné engedni a Cyberpunkot a CD Projekt. Kíváncsian várjuk, reméljük, hogy esetleg meg tudják azt ismételni, mint a Witchernél, ugyanis ott például a Blood and Wine kiegészítőre sokan azt mondják, hogy még az alapjátéknál is jobb volt. Na hát a Cyberpunkra is ráférne egy ilyen hír majd valamikor, mert bár nem volt rossz egyébként a játék, hogyha bugmentesen tudtunk vele játszani, de azért természetesen nem hozta azt a szintet a történet, amit esetleg sokan elvártunk volna. Úgyhogy tényleg csak reménykedni tudunk, hogy a Phantom Liberty majd jó lesz. Hát nagyon sokszor elmondtam ebben az adásban, hogy csak reménykedni tudunk, de tényleg nem tudok más mondani. Őszintén kívánom a CD Projektnek, hogy ebből az egész Cyberpunk sztoriból úgy jönnek majd ki, hogy mondjuk 10 év múlva már csak a jó dolgokra emlékszünk. Megpróbáltuk nektek megmutatni a legizgalmasabb híreket, de mint ahogy elmondtam, gyakorlatilag még két másik műsort is kitenni, annyi trailert mutattak be, tényleg csak a Silent Hill-é 10 perc, úgyhogy szerintem mindenki meg fogja találni azt a játékot, vagy sorozatot, vagy filmet, vagy bármit, amit nagyon fog várni a következő években. Úgyhogy menjetek a szokásos helyre még egyszer trailereket nézegetni, és mi pedig jövő héten jövünk majd újra a legizgalmasabb hírekkel. Sziasztok!